üdvözlők, Kántor úrunknak, Évánosként mondhatom, kedves kántorunknak, Gál Andornak, az egykori Ferences gimnáziumbeli osztálytársait, és egyben az egykori tanárok közül, bár nem tudott mindenki eljönni, de Balázs atyát és Pál atyát kiemelt szeretettel köszöntöm, jól ismerném őket magam is egykori Ferences diákként. Ezt a szent misét felajánljuk egyrészt a korábban kért szándékra, elhunyt Józsefért, feleségért, Katalinért és hozzátartozókért, továbbá az osztály találkozó jelenlévő tagjaiért, illetve azokért, akik az osztályból már az örökkévalóságba költöztek, így elhunyt Simon Ferencért, Szabó Ferencért, Hajósi Ferencért, Vödrös Zoltánért, Gurás Jenőért, Vornicki Jánosért, illetve a tanáratyák közül István atyáért. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Testvéreim, várjunk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk a Szent Ígéret ünneplésére. Úrunk Istenünk, könyörgünk rajtunk. Megvédkeztünk ellen. Mutasd meg nekünk irgalmasságot. És a Hallgasson nekünk a minden hatú Isten, megbocsátva a bűneinket, vezessen el az örök életbe. Ne félj, ha nem beszélj, és ne hallgass,
mert én veled vagyok. Senki sem fog hozzád nyúlni, vagy ártani neked, nagy számú népem lakik ugyanis ebben a városban. Ott maradt tehát másfél évig, és ez alatt hirdette náluk az Isten igényét. Amikor Gallió volt Ahája helytartója, a zsidók egy emberként párra rá támadtak, és a törvényszék elé hurcolták, és így vádolták. Ez itt arra próbálja rábeszélni az embereket, hogy Mózes törvényével ellenkező módon tiszteljék az Isten. Pál már éppen szólásra nyitotta ajkát, amikor Gallió a zsidókhoz fordult. Emberek, ha csak ugyan valami törvénytelenségről vagy gaztetről volna szó, akkor meghallgatnálak benneteket türelemmel. Ha azonban valamely tanítással, személlyel vagy vallási törvényekkel kapcsolatban vetődik fel vitás kérdést, azt intézzétek el ti magatok. Ilyesmiben én nem akarok bírni. Ezzel elkergette őket a törvényszék elől. Erre mindannyian nekiestek Szosztenésznek, a zsinagóga előjárójának, és ütlegelni kezdték a törvényszék előtt. De Gallió mit sem törődött vele. Pál még jó ideig Korintusban maradt, aztán búcsút vett a testvérektől. Priscilla és Aquilas társaságában áthajózott Szíriába. Előbb azonban Kenkreában lenyilatta a haját, mert fogadalmat tett. Ez az Isten igéje. Kapcsoljatok nemzetek mindnyájan, újabb
rendel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszült a gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki nem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ez az evangélium igé. Áldunk téged, Krisztus! Egykori diákjaim, kedves hívek, bocsánatot kérek, nem szoktam beletetni, most így vagyok. Vigyáznunk kell az Úr Jézus hasonlataival és általában a beszédjével. A mi emberi nyelvünkön szól hozzánk, és pedig eredetileg orámban, édesanyjától tanulnak. De egy szöveg teljesen más jelentet, ha tisztázzuk, hogy ki mondta, kinek, és milyen viszonyban vannak. Hát egy hétvégi rokoni látogatás után el lehetünk köszönni a többiekkel, hogy mindent köszönök. Előttem van édesanyám, haldokolt már, de a lecsukott szemét, félig lecsukott szemével nézett minket. És azt mondtam, hogy mindent köszön. Ez teljesen más fel. Ugyanazokat a szavakat mondtam, és mégis egy teljesen új világ nyílik meg. Mindent köszönök, mind. Kedves testvérek, imádkozunk most. Kérjük a Szent Lelkét, Szent Atyának, Püspököknek, Papoknak, hogy Krisztus igaz ismeretét terjesszék az egyházban és a világban. Kérjük. Urunk, áld meg a szülőket, akiknek te teremtéseddel, segítségeddel emberek születhetnek a világra, de add meg nekik, hogy gyermekeiknek megadják a keresztség és a hit által az örök életet. Kérünk téged, hallgass minket! Urunk, most egymásért köszönünk, könyörgünk, akik egy fészek alja voltunk, akik 4 évet ott töltöttük imádságban, küzdelemben, panaszos kis dolgainkban, hibáinkban, bukásainkban, de ha nekünk hirdették az evangéliumot. Uram, áld meg a mi osztálytársainkat, a megvoltakat, az élőket és tanárainkat. Kérünk téged, hallgass minket! Mindazokat, akik bennem hívnak el. Kérünk téged, hallgass minket! Áldott vagyunk, Atya kér és Szentlélek, dicsőség neked mindörökre növekké. Amen.
legyen az örökbeadékunk, Krisztus, ami ruhánkban. Amen. Az úgy legyen benne. Istenek kedve. Emeljük fel szívünket. Emeljük a szívünket. Hálát adunk az Istennek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és igaz. Hogy minden időben magasztalunk téged. De különösen most a húsvét időben, minden áldozattá lehetjétlen Krisztus a húsvéti pármány. Mert odaadta életünk életét. A régi áldozatok helyett kereszt halálba lett a tökéletes áldozat. Üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati pármány. A húsvéti örvendért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újra, mennyei el és a hatalmas angyalok. De dicsőséget kimusszázzák és végtértünk életünk. Minket, akkor színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked.
élve élünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindjárunkat, akik Krisztus testében és lélekben részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletesse a szeretetben Ferenc pápával, Zsolt megyés főpásztorunkkal és az egész kapsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményével elhúlt testvéreinkből, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, mosásd őket szent színedváltásával. Könyörülj kérünk minnyájukon, hogy Isten anyjával, a boldogság Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő éjesével, a Szent Apostolokkal és minden szentel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőjétre magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható a te Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítő parancsára, és Isten imádkozás szerint imádkozunk miattán. Ami a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami egyenünket, ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, add kegyesen békét napjainkat, hogy nyugalmadból mindenkor bűn és baj nélkül élünk, mi reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnket, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Megjött az országba a hatalom és a dicsőség, mindörökké annak. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet vagyok rátok, az én békemet adom nektek. Ne védkeinket nézzek, hanem egyházat ítél. Őzd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét. Érzésül alkodom mindörökkel örökké. Amen. Oh.
élő Istenünk, folytod a saját jóságoddal, őrizd megváltó gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedés árán szabaddá lettek, az ő föltámadásának örömében éljenek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te legyen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, és a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért. Menjetek békében. Isten megjöjjön állam. We are.
Balázs Öcse tanította nekünk. A nagy jó Isten, jó? Egyébként emlékszel rá. Nagy jó Isten, ki magam nélkül mennyekben, bérzelem imen csúd, igazad rajta hirdessen. Testvér Mikola, tükrözi fényhez ángyallal nagy fennem, áldjon benn a hóny, halvány arcú húgocskán, s mind a csillagfény, csupa hunyorgó mécses rám. Ne lő és ború, amiket bölcsebb szép osztva küldesz ránk. Áldjon benn a víz, csupa szívnénénk hasznos szép. Áldjon tűzöcsék, Köveni a hálát.
minket,